mi Bálhat Szólám írásaiból olvasunk, a Kabarott Ronda című könyvből mondják az oldalszámot, a Panim Mabirotte Mesbirot című könyvből olvasunk, kérdéseket lehet föltenni a Kabala TV-n keresztül, a megfelelő kérdéseket kisugározzuk a lecke során, tehát 11-es ponttól olvasunk. Ezekkel a szavakkal egyezésben szemeink felnyílnak Rabbi Simon szavaival kapcsolatosan, mely a Midrash Rabba Parasa 6-os részében található, és a következő versről beszél. Teremtsünk embert. Amikor a teremtő elérkezett az ember teremtéséhez, egyeztetett irányító angyalaival, akik szekciókra és csoportokra voltak felosztva. Néhányan azt mondták, hogy hagyjuk, hogy az ember megteremtődjön, néhányan pedig azt mondták, hogy ne hagyjuk, hogy az ember megteremtődjön, ahogy írva van, kegyelem és igazság talált egymásra, az egyenesség, a megigazulás és a béke csókolták meg egymást. A kegyelem azt mondta, hagyjuk, hogy az ember megteremtődjön, hogy kegyelemmel teli cselekedeteket hajtson végre. Az igazság azt mondta, ne hagyjuk, hogy az ember megteremtődjön, mert ő mindenben hazó. A megigazolás azt mondta, hogy hagyjuk, hogy az ember megteremtődjön, hogy végrehajtsa az igazávállás cselekedeteit. A béke pedig azt mondta, ne hagyjuk, hogy az ember megteremtődjön, mert ő maga a viszály. Mit tett a teremtő? Fogta az igazságot és lehajította a porba, ahogy írva van, és ő lehajította az igazságot a porba. Az angyalok azt mondták a teremtő előtt, miért gyalázod meg a lenyomatod? Emelt fel az igazságot a porból, ahogy az írva van, és az igazság felugrott a porból. Ez a szöveg több oldalról is nehézségeket rejt magába. 1. Nem magyarázza el a komolyságát a versnek, hogy teremtsünk embert. Ez egy tanács, amire a teremtőnek szüksége van, ahogy írva van, egy szívbéli tanács megszabadító. 2. Az igazságot illetőleg hogyan lehet azt állítani a teljes emberi fajról, hogy mindenben hazug, miközben nincs generáció, amelyen ne lennének Ábrahám, Izsák és Jákob lelkei befoglaltatva? 3. Ha az igazság szavaértő, a kegyelem és a megigazolás angyalai hogyan értettek egyet azzal, hogy az ember világában minden hazug? 4. Pedig miért nevezik az igazságot lenyomatnak vagy pecsétnek, mely a levél lezárására szolgáló fogalomból származik? Természetesen a valóság elsődlegesen a pecséten kívül létezik, nincs egyáltalán semmilyen valóság az igazság határain túl. 5. Gondolhatnak az angyalok a világ igaz működtetőre úgy, hogy amit működtet, az hamis. 6. Miért érdemelte ki az igazság azt a kemény büntetést, hogy lehajtotta a teremtő a porba? És a 7. Az angyalok válaszát miért nem a Tóra hozta el, ahogy a kérdéseik esetében történt? Meg kell értenünk, hogy egy kettős irányítás bontakozik ki a szemünk előtt, mely egymással ellentétes. Ezek az irányító elvei ezt a világot alkotó teljes valóság létezésének irányító elvei, és az előttünk lévő valóság minden egyes létezője fenntartásának irányító elvei. Ebből a végső célból kiindulva itt ugye egy nagyon nehéz kérdéseket tett föl itt Bálhat Szólám, nem is érezzük, hogy mennyire kemény ez. Ugye itt a kegyelem és az igazság és a különböző dolgok elkezdtek beszélni egymással, hogy mi az, ami hazugság, mi az, ami igazság. Tehát nagyon nehéz ezt megérteni, hogy ezt mondták az angyalok, hogy azt mondták az angyalok, hogy Melakim ugye héberül. Tehát ezek a természetnek az erői természetesen az angyalok. Tehát amikor ezek beszéltek az emberről, hogy ez helyes, vagy nem helyes, hogy ez meg lett teremtve, hogy mi történik innentől kezdve ugye az emberre. Ez a leírás, mondja, ez nagyon nem nagyon érthető, nagyon zavaró a mi számunkra. Ezért egy kicsit feledkezzünk meg róla, később pedig majd visszatérünk erre a részre. De meg kell, hogy értsük, hogy ezt csak később tudjuk majd felfogni, amikor megismételjük az olvasás végén ezt a fejezetet, mert ez nagyon mély,
nagyon-nagyon mély, a teljes rendszeréről beszél, annak azoknak az erőiről, és ezért meg kell, hogy értsük, hogy itt kétfajta irányítás van, ami teljesen ellentétes egyik a másikkal. Az egyik az az egész valóságnak a irányítása, a másik pedig tehát most felolvastalak még egyszer ezt a mondatot. Tehát meg kell értenünk, hogy ez egy kettős irányítás bontakozik ki a szemünk előtt, melyek egymással ellentétesek. Ezek az irányító elvei az ezt a világot alkotó teljes valóság létezésének és az előttünk lévő valóság minden egyes létezője fenntartásának. Ebből a végső célból kiindul, hogy meghatároz egy ilyen megbízható irányítást találunk abban a teljesen jóvágyú tudatosításban, mely a valóság összes teremtménye felett ellenőrzést gyakorol. Vegyük az emberi lényt teremtését példának. A szeretet, az öröm az elsődleges célja, melyek megbízható és természetes feladatot adnak az ember számára. Tehát amint kiáramlott atyának elméjéből, a gondviselés egy biztonságos és védett helyet kínált az ember számára édesanyja hasában lévő párnák között, hogy idegen ne érintesse meg. A gondviselés felkínálja a megfelelő mennyiségű napi kenyeret a számára, gondoskodik minden szükséges dologról, egy pillanatra sem feledkezik meg róla, hogy eddig elég erőt nem gyűjt össze, a mi világunk légterébe lépjen, amely tele van számára akadályokkal. Ekkor a gondviselés erőt ad neki, és megerősíti, mint egy felfegyverzett, tapasztalt hős, kitárja a kapukat, lerombolja a falakat, amíg el nem ér azokhoz az emberekhez, akik szeretettel és könyörülettel segítik majd elgyengülésének napjaiban, úgy tartva fenn a létezését, mintha ők együtt lennének a legértékesebb dolog a világon. Ezáltal a gondviselés mindaddig ölelő karjában tartja, amíg jogot nyer az önálló létezésre, és folytatja a saját létezését önmaga által. Ahogy ez így történik az emberrel, ugyanígy játszódik le az állat és a növény szinteken is. Minden felett csodálatos őrség áll, vigyázva létezését, és a természet összes tudósa ismeri ezt a törvényt. Rav. Ez azt jelenti, hogy ugye a természet az részleteiben megteremti az összes teremtményt, és gondoskodik a megfelelő környezettel, hogy az baráti legyen, és szeretetteljes legyen az, amíg fel nem nő, és a szeretet a fejlődésnek a valódi ereje, mondja Rav. Mert a szeretet nélkül nem tudnánk előreadni, a szeretet még az állati szinten is megnyilvánul, azaz. Tehát én ugye az asszonynak a testében születik meg mindenki, ugye a spermacsepp által, meg a petesejt által, és ott fejezi be a fejlődését olyan mértékig, hogy ki tudja lépni a világba. Ez a szereteten keresztül történik, nyilván látjuk, hogy a nőnek a teste szeretetesen körülöleli a gyereket azért, hogy mindent megadjon neki, ami kell ahhoz, hogy emberré fejlődhessen. És amikor valaki megszületik, ugyanaz a szeretet, ami elvezett az anyatestén keresztül a születéshöz, az a következő szinthez próbálja vezetni. Ugye ez a külsőségben az apa és az anyán keresztül, akik szeretik az újjászülöttet, és mindent meg akarnak neki adni, és ellenőrzést gyakorolnak felette, hogy megvédjék mindentől. Mert gyakorlatilag a természet kötelezi, hogy szeressék a gyereküket. Egész addig, amíg a gyerek el nem jut abba az állapotba, ahol képes önmagáról gondoskodni, és abban a mértékben, ami a mértékben önmagában gondoskodik, tud előre haladni. Tehát itt nem arról van szó, hogy lehet csökken a szeretet az ő irányában, sokkal inkább arról van szó, hogy egyre jobban és jobban a saját önkifejeződése felé való szabadság irányába mozdul el, és ilyen módon folytathatja az életét. Ez az, ami egyfelől elérkezik hozzánk a természet által. Hogy minden rész egy kölcsönös kapcsolatban van egymással, ugye ez a egyenes fény négy állomásából következik. És akkor mindenki. Ez
köteleze van, és ezen a módon ellenőrizőse a felsőerő által, tehát, a, tehát ugye az ásványi növényi szinteken ebben az életben nyilvánvalóan, hogyha természet felülről lefelé nem adná meg a szükségleteiket is, ugye a szereteten keresztül, amelyik a felsőerőtől áramlik ki, tehát a szeretet minden egyes fajt átölel annak érdekében, hogy fejlesz-e tovább. Ez világos a számunkra. Egy nagyon közvetlen módon megérthető ez. Mi a következő? Folytassuk. Másfelől, amikor a létezés rendjét, a teljes valóság létezése fenntartásának módját vesszük figyelembe, legyen az nagy vagy kicsi, egy összezavart rendet találunk, mintha egy hadsereg menekülne a hadjára csapásaitól, legyőzve a teremtő által. Az egész életük olyan, mint a halál, melyet semmi nem táplál, ha csak nem az a gyötrelem, ahogy kockáztatni kell életüket a betevő falatért. Még egy kicsinyi bogárfoga is beletörik, amikor elindul a táplálékért. Mennyit szögdécsel szökken, hogy elegendő élelmet találjon a saját létezéséhez? Ez így van, legyen az kicsi, kicsiny vagy nagy a teremtés skáláján, és mindez igaz az emberre és a teremtés csúcsára, aki pedig mindenbe bele van foglaltatva. A rend az nem csak az, hogy zavaró néha, hogy hogy vannak a dolgok rendezve, hanem ez a rend, amit látunk, ezek néha hatalmas ellentmondásban vannak az elsődleges parancsal, tehát nagyon nehéz minden teremtménynek a létezését fenntartani, annak ellenére, hogy a teremtés törvényébe bele van foglaltatva az öröm. Tehát egyfelől van a szeretet, másfelől pedig a felső gondviselés, amelyik nagyon kegyetlen és kemény. Ez két ellentétes formája a mi létezésünk feltárásának. A teremtő az előkészítette a teljességet, a csodálatosságot, minden zöld, minden kék. Mi az, ami hiányzik a számunkra? Egyfelől. Ugye? Másfelől pedig azt láthatjuk, hogy nagyon nehéz a számunkra ezeken a látszólagos csodálatos dolgokon túl egy hatalmas törést megélni, mert itt egy különleges rendszer van, ami az egész életünket mintha le akarná rombolni. Kérdés, cvika. Tehát itt a felső gondviselősről ír, ami megadja az erőt és a megerősítést, annak megfelelően, amit ő mondott. És akkor mondja meg nekem, hogyha van ez a gondviselés. Milyen fajta gondviselés ez? Tehát van egy csomó jó, meg csomó rossz. Ez milyen gondviselés? Én nem tudom, hogy te mit nevezel felső gondviselésnek. A természetben minden törvények irányítanak. Nincs olyan, hogy valamit nem egy törvény irányít. Pillanatról pillanatra egyre több szabályt ismerünk föl a természeten belül, és minden egy nagyon kemény összekötött módon érkezik el hozzánk, minden a törvényeknek a hatása alatt van és ellenőrzés alatt. Tehát mindenek megvan a saját szoftver, a saját működtető formulája. Ha te bolondságokról beszélsz, erről meg arra magamról. Nyilván ez a te természet, te elmédben van ez így. A természetben nincs ilyen azonban. Tehát nyilván ez egy nagyon is célorientált folyamat, ami itt történik. Ez a felső gondviselés. Én ezt hívom felső gondviselésnek. Tehát nem az, hogy valaki fönn ül és fog egy botot és fölülről rángat téged. Mi gondolsz, ez így működik? A felső gondviselés azt jelenti, magyarabb, hogy te törvényeken keresztül vagy működtetve, minden formula, minden részlet össze van kapcsolva a rendszeren belül, és te ugyanebben az erőknek a hatása alatt vagy, ásványi növényi állati és emberi szinten,
Mindenki, te is, és az egész élet, az egész létezés. Itt az erőtnek a hálózatában vergődik, és senki nem tud tenni semmit. Bocsánat, meg kell újítanom a képet, egy másodperc. Tehát, még egyszer, minden az erők hálózatában vergődik, és mindenki ebben van. És nem tudsz tenni semmit. Anélkül, hogy ne változtatnám meg az egész rendszer. Tehát ha bármit teszel, a rendszer megváltozik. A rendszer választod arra, amit mozdulsz majd. Tehát te azt fogod látni, hogy ezt nevezünk gondviselésnek, hogy minden oldalról ezek az erők ölelik át ezt a rendszert. Tehát minden a tenger mélyétől kezdve a hegynek a magasságáig minden komponens ezeknek a törvénynek van alávetve. Tehát nem valaki ott ücsörög és vezényli ezt, hanem a természet magának van egy önszabályzó ereje, ami működteti az egészet. Tehát, mintha lenne egyfajta kompjúter, amiben minden be lenne foglaltatva. És ebből nem tudtok kilépni. Tehát ebből nem lehet kilépni. Nincs ezen kívül semmi ugyanis. Tehát nem lehet ebből kilépni. Akkor miről beszélünk? Hát nyilvánvalóan egy felső gondviselés. Tehát akkor mit tudsz tenni? Próbáld meg kivenni a fejed az alól a gondviselés alól. És akkor meg fogod látni, hogy nem lehet. A felső gondviselés azt jelenti, hogy az ember ráébred arra a tényre, hogy a természet törvényében van bezárva. Valaki ezt elfogadja, és tudja, és van, aki meg nem tudja. Aki tudja, azt úgy hívjuk, hogy tudósok, aki nem tudja, azt meg misztikusoknak, kabalának, bármilyen nevezzük. De van egy óriási rész, amit nem tudunk még, hogy milyen törvénynek mondjuk alávetve. Azaz, van egy felső rejtett gondviselés, és van egy feltárt gondviselés. A feltárt gondviselést nevezzük úgy, hogy természet, mert ez a tudományokban feltárult, az elrejtett gondviselést pedig, az az elrejtett természet, mert de nyilvánvalóan az én számomra ez el van rejtve, most egy része, és majd fel fog tárulni. Tehát vannak olyan emberek, akik többet tártáltak föl ebből, és vannak olyanok, akik kevesebb tárult föl. És nyilvánvalóan a tudósaink is így működnek, van, aki többet tud róla, van, aki meg nem. Tehát, ha nem megyek egy orvoshoz, akkor az is a gondviselés, mert ha megméri a vérnyomásomat, meg ezt, meg azt, meg amazt megcsinál, megvizsgál ilyen és ilyen módon, és akkor megpróbál egyensúlyba hozni engem annak a összhangjával, ami a természetben elfogadott, mint egyensúly. Tehát egy bizonyos szint felett van a vérnyomásom, akkor segít ezen. Tehát a gondviselés az rajtam működik, és az egész gondviselés azt próbálja meg elérni, hogy engem egyensúlyba hozzon. Akár kémiailag bead valami gyógyszert, ez is a felső gondviselés, pontosan minden más, ami a természetről gondoskodik. Tehát nekünk hasonlóvá kell válnunk ezzel a megközelítéssel, hogy a felső gondviselés kezeli az egész természetet. És akkor veszek néhány pirulát, ami megváltoztatja az én viselkedésemet, ha lenne ilyen, és hirtelen mindenféle cselekedeteket akarok végrehajtani, hogy mindenféle rendszerekhez tartozom. Nyilván a köztünk lévő kapcsolaton keresztül, az integráción keresztül, az ásványi növény állati szinteken keresztül. Tehát amikor beugrom a rendszerbe, akkor a felső gondviselést teljes egészében összerázom, megrázom, és akkor mindent egyensúlyba próbálok meghozni. Ugye annak okán, hogy balanszba hozzuk a viselkedéseket egymással és a természettel, hogy a rendszer valamilyen olyan választ adjon nekünk, hogy bennünket az egyensúlybe vigyen vissza. Nincs jó vagy rossz a természet részéről. Nincs ilyen dolog, hogy jó vagy rossz. Egyáltalán. Tehát hiába beszélünk erről, tehát a természet csak egyensúlybe akarja hozni a rendszert. Tehát ez egy válasz, ami lehet, hogy kemény a mi számunkra, tehát nekünk mindenféle belső cselekedet kell létrehozni és indítani, hogy visszatérjünk az egész rendszer az egyensúlyba. De mit akarok mondani? Tehát, hogy nincsen gondviselés, és a rendszer úgy van felépítve, ahogy, és ez bennünket összehívja a csapkot,
nyilvánvalóan nem kívánatos eredményeket próbál meg elkerülni a rendszer azzal, hogy egyensúlyba akar hozni önmagát. Mit jelent ez? Hogy a felső gondviselés az lényeges a számunkra, mert ha megnézitek a politikusok, a közgazdászok és mindenki, aki elvileg gondunkat viseli, és mégis a világ mennyire nincs egyensúlyban. Tehát mi mindig csapásokat kapunk, fogalmunk sincs, hogy mi történik holnap, ez az egyensúlytalanság eredménye. Tehát nyilvánvalóan mindenkit a helyes gondviselési irányba kéne visszavinni, azért, mert senki nem törődik a törvényekkel, amelyek az egyensúlytalanságot egyértelműen megmutatják. Tehát nekünk folyamatosan figyelembe kell vennünk az egyensúlyi rendszereket, és hogy ezek mennyire vannak kibélembe, és ez borzasztó, amit az emberiség most csinál, magyarabb. Tehát pontosan most, különösen most, amikor a rendszer egyre jobban és jobban feltárul, ugye ez az egyre jobban egyesül, az egységét mutatja föl, és a belső törvényeit, azaz a számunkra egyre jobban és jobban mutatja a lehetőségeket, hogy hogyan befolyásol bennünket. És itt jelenik a probléma is, hogyha én olyan vagyok, mint egy csecsemő, és össze-vissza nyomkodok valamit a rendszerben, tehát megnyomom a piros gombot, és ez csak hoppá, én aktiváltam a rendszerben valamit, mert és akkor volt egy védelmi rész azért, hogy az én fejlődésemet megvédje az egyensúlytalanság. És akkor eljutunk egy olyan fejlődési állapothoz, ahol megnyomtuk a piros gombot, és aktiváltuk a rendszert, és egy borzasztó módon aktiváltuk ezt a védelmi rendszerét, ennek a természeti rendszernek, és ezért végső soron visszacsap ránk, mindegyikünkre. Ez azt jelenti, hogy a felső gondviselés az egy nagyon lényeges dolog, mert pontosan ez az, amit nekünk be kell vinnünk, a rendszerek a működését kell bevinnünk az oktatásba, tanítani kell az embereket erre. A világ az kerek, de mit jelent az, hogy kerek? Tehát, ugye pontosan ezért a körök a legfontosabb dolgok a mi terjesztésünkben. Tehát a felső gondviselés, a felső irányítás, az honnan tudnák az emberek? Nekünk azonban mégis ismernünk kell, sőt, magyarabb, gyakorlatilag itt van a szemünk előtt. Ez nem valami fönn van a csillagok fölött, vagy tehát majd jönni néha egy ilyen, küldenek egy levelet, vagy egy táviratot ami számunkra, hogy mit kell tennünk, hanem a legrövidebb módon bennünket azonnal elér a rendszernek a hatása. Tehát ez nem valami nagyon magas, felsőbb, nem tudom micsoda, hanem a természetnek a felső ereje van ott, összekapcsolva egymással, egyetlen egyesített kapcsolatban, és hogyha nem megfelelő módon fogunk dolgozni, akkor bajban leszünk mindannyian. Cika folytatja a kérdést. Annak megfelelően, amit én most itt hallunk, van a rendszer és a gondviselés rendszere, az egy isteni rendszer, ugye? Ez a természet, hát nevez istennek, mindegy. Oké, ez mind, a természet minden. Akkor miért lesz ennyire szélsőséges, hogy ez a rendszer? Tehát, hogyha ezt megteszed, akkor ezt fogja visszavágni, ha pedig azt megteszed, nem. De miért ennyire szélsőséges a rendszer? Azért, helyes, amit mondasz magyarabb, azért, mert aki fejlettebb, attól azt várja, hogy finomabban tudja szétszortírozni a rendszer számára a szükséges eszközöket, mert tehát mondjuk Izrael gyermekei megkapták a 3000 év tudását, amit Babilonban ugye vesszük, lehet, hogy még korábban, de ez a periódus volt, amikor Adam Harishontól a Babilonig ugye fejlődött a kabala. Tehát akkor megkapták ezt a tudást. Hogy van egy erő, amit természetnek neveznek Elohimnak. Ugye az Elohim és a természet szó a gemátriában egy. És akkor ezzel az erővel kellett elkezdeni, valamit közelebb kellett kerülni hozzá. Ez nem azt jelenti, hogy imádniuk kell, hanem az, hogy magunkat kell úgy megváltoztatni, a mi természetünket, hogy figyelembe tudjuk venni ezt a gondviselő erőt a rendszeren belül, és ez teljes egészében figyelembe legyen véve, mert ez a mások szeretete ilyen módon nyilvánul meg, ásvány a növényállati szinten mindenkiben, és nekünk ezt olyan módon kell kezelnünk, hogy egyetlen rendszer vagyunk bezárva, tehát meg kell szereznünk ezt a tudást, ugye ez kellett 3500 év, ezelőtt akkor kellettük ezt megkapni, és akkor ennek megfelelően kezdtek el tevékenykedni Izrael fiai, és egymás között, és akkor jutunk egy olyan állapotban most,
tehát mi, akik megkaptuk a rendszernek a tudását és ismeretét, tehát mi ismerjük a rendszert, megkaptuk ezt, tudjuk, hogy nincsen más rajta kívül, ő jó és jóságos, ugye tudjuk, és hogy minden zavar, az tőle áramlik ki, mert nyilván ez egy ellentétes módon akar bennünket fejleszteni, azért, hogy egy integrált rendszerbe tudjuk magunkat elképzelni. Tehát természetesen mi vagyunk az elsők, aki ezt meg kell tenni, és nekünk kell megtanítani a többieket arra, hogy kell ehhez a rendszerhez, és ez az erőhöz viszonyulni. Tegyétek meg ez a dolgotok. Én sajnálom, hogy ezt kell kérdeznem, de mindenkiben megjelenik ez a kérdés. Hoppá, kiesett az internetem. Pillanat, türelem. Tehát 125 szint van fölöttem, tehát hogy érhetném el a 125 szintet, ha az első sejrem el, nem értettem a kérdést, de elvesztettem az internetet sajnos. Tehát hogyan tudjuk megszerezni ezt a szintet, az egy teljesen más kell tudni az embernek, mint ma. Tehát az ember mit ért ebből? Tehát az lényegtelen az, amit az ember a rendszerről megértett eddig. Tehát nyilvánvalóan az egész rendszerről kell egy belső kép, hogy kell viselkednünk, hogyan volt ez a rendszer stabilizálva, az okozati összefüggések, stb. Tehát, hogy valamilyen mértékben elkezdjük érezni, elkezdjük látni, hogy mi van az órunk előtt, ugye ez egy dolog. Tehát meg kell értenünk, hogy magatokat kell eljutatni abba az állapotba, hogy képesek legyetek mindent olyan módon elrendezni, hogy a rendszer az függetlenül, egy független módon a helyesen kapcsolja be benneteket a rendszerbe, hogy helyesen tudjátok részt venni a rendszerbe, helyesen tudjátok megtapasztalni. És ez rajtatok múlik, ez egy óriási lehetőség, amivel élhettek, mert ezt elkezdtétek elmondani az embereknek is, és akkor nyilván vannak negatív jele is ennek a rendszernek, a negatív működése, de ez csak akkor fog történni, nem helyesen integráltok bele. Srác kérdez. Ez világos. Oké, akkor mi nem világos, kérdezi Rab. Az, hogy ez a kérdés miért emelkedik föl bennem újra és újra. Én értem a folyamatot. Én együtt vagyok ebben a folyamattal. Felismertem ezt a folyamatot. De én szeretném tudni a folytonosságát ennek. Én szeretném megérteni, hogy mi a lényeg ennek, hogy bennem az újra és újra fölbukandra. Hát arra az állapotra kell törekedned, ami mindig jó. Tehát nyilván nem a te animál, az állati intellektusod akarja ezt megérteni a magasabb világnak a működését. Mivel ez egy teljesen más értékrendet követel, és ezt nem lehet összehasonlítani. Az, ami ahhoz kell, hogy a magasabb világba belép, vagy az állati értékrendet. Ez mind a részvétel, az érzelmek, az új edények. Te nem is érted még, hogy mi az új edény? Érted, mi az új edény? Nem tudod. Én össze tudnálok zavarni veled, de én nem akarok zavarni. Ezért mondom azt neked, inkább, hogy nem vagyok neked elmagyarázni a lényegét, annak a tudásnak, amit neked tudnod kell. Kerülj bele ebbe, és akkor majd elkezded megérteni. Ha eléred, akkor te fogod ezt elérni, senki más nem fogja elérni helyetted. Tehát én nem akarlak összezavarni benneteket, fiúk, éppen ellenkezőleg. Én szeretném az igazat olyan módon kifejezni a számotokra, amilyen mértékben csak megértitek. Na, csak oda a mikrofont hátra. Mi azt olvassuk most, hogy világos törvények vannak, hogy minden teljes mértékben a felső gondviselő is kontrollál. Tehát az ember ki tud jutni ebből a felső gondviselésből? Tehát mi tud történni? A rendszer az teljes egészében az előre meghatározott módon működik, így vagyunk beágyazva a rendszerbe, tehát a részek, ugye ez egy integrált rendszer, tehát itt egy ilyenfajta szinteket kell látni, ez így kezd el nőni, ezt nevezzük Ádámnak, és ezek a szintek, ami Ádámon belül is megjelenik, ezek azoknak megvan a képességük, hogy az egész rendszert megrázzák, felrázzák, kihozzák, és hogyha kijön a rendszer az egyensúlyból,
azok visszavigyék ezek az erők a rendszert egyensúlyba. És minden alkalommal az, amely a rendszeren belül lévő ember, az igazi Ádám, annak megvan a képessége, hiszen ő ugyanazon a szinten van, értelemben és érzéseimben, mint az egész rendszernek a teteje. Tehát ő ki tudja rendíteni a balanszból, az egyensúlyból ezt a rendszert, és vissza tudja vinni. Tehát nyilván ezt nem önmagától csinálja, ugye ez a legnagyobb hiba, mint egy olyan különleges szoftver lenne, amelyik ugyanaz a szinten működik a szoftver, mint Ádám. Ezért úgy néz ki, mintha Ádám csinálna, de valójában a szoftverrel csináltatja Ádám. Tehát nekünk az embert ez így kell viszonyulnunk, így kell elfogadnunk. Tehát nem változik valójában a felső világ, és egyensúlytalanság nincs, mi oldalunkról történik ez meg. Mi kezdjük el azt érezni azért, hogy elkezdjük megismerni, hogy a rendszer állandóan az egyensúlyra törekszik a mi irányunkban, és hogyha mi a saját irányunkban egyensúlytalanság felé visszük, akkor elkezdjük majd érezni az általános szoftvert a rendszeren belül, hogy egyfajta megszületésben vagyunk, állandó kiterjedésben, amiről ír. Nem. Tehát az a megszületésnek a titka ebben a cikkben van. Tehát ezen a módon, mondja Rav, mi elkezdjük a rendszert megismerni, mert a rendszer szül meg bennünket. Srác folytatja a kérdést. Ez a megközelítés, hogy vissza kell térnünk egy rendő egyensúlyi állapotba, ez pontosan azt jelenti, hogy bele vagyunk foglaltatva a törvényekbe, és a kérdésem az, hogy van-e szabad akaratunk az embernek, akkor így vagy nincs. A szabad akarata az embernek, mondja, az, ami megvan neki adatva, az abban nyilvánul meg, hogy a rendszer az olyan embereket, mint ő, ezeket mint egy felkutatja, mert az ő vágyuk kell, hogy egyensúlyba tartsa a rendszer. Nekik kell erre, hogy legyen, ez az embernek az igazi feladata. Az ember ezt kizárólag a csoporton belüli együttműködés által tudja megvalósítani. Tehát amilyen mértékben ki tudja terjeszteni ezt az egész emberis faj irányába, ugye ezen a síkon, ahol az emberek össze tudnak kapcsolódni, és együtt tudják igényelni a balanszt, ugye mi hogy igényeljük az egyensúlyt, úgyhogy mant emelünk imát. Oké, de akkor ez egy valódi szabadság, vagy egy illúzió? Tehát ez egy valódi, vagy egy illúzióban megnyilvánuló szabad akarat? Hát nem szubjektív, nyilván ez egy belső dolog. Nem tudom, minden szubjektív, mondjam. Nincs a világban olyan, ami nem szubjektív. Az én érzékelésemben történik minden, és az én érzékelésem a saját edényemben történik. Tehát én nem tudom azt neked mondani, mondjam, hogy bármikor lesz valódi szabadság, vagy csak úgy néz ki, mintha szabad akaratom lenne. Hogy mi van mögötte, még van előtte. Tehát a legfontosabb dolog az, tehát a legfontosabb dolog, amit a cikk mondta, hogy a legfontosabb dolog a magasabb szinten, hogy egy felső gondviselőt tárul föl, hogy ezt mi, annak ellenére, hogy mi ezt értjük, vagy nem értjük. Ez egy kérdőjel. Tehát, hogy képes vagyunk ezt megérteni, vagy nem. Tehát még egyszer mondjam, mi azzal a ténnyel szembesülünk minden egyes szinten, hogy egy új értelmet szerzünk meg, és akkor magasabb szinten tudunk emelkedni, ami egy valódi célja annak, hogy feltárjon az új szint, és akkor majd erről beszélhetünk később. De ma még nem tudunk erről egy szót sem mondani. Tehát tilos erről beszélni, mert nem vagyunk képesek ezt érzékelni még. Nem, hogy megérteni. Tehát még ami szintenken is, ami az Ádám és a bestia között van. Tehát mondhatjuk azt, hogy tehát próbálj meg a macskának egy moráról beszélni. Mit fog megérteni a macska? És akkor utána a saját szintednek megfelelően megbüntetett, mert nem értette, ugye? Tehát ezért nem szabad bármiről beszélni. Tehát nekünk vágyni kell a változásra, és minél jobban vágyunk erre, akkor arra fogunk vágyni, hogy egyensúlyba tudjuk vinni a rendszert. És ugyanazon a területen, dimenziókban, ahol kiterjed ez az egész, szélességében kiterjed,
nyilvánvalóan kumulálódik, összeadódik mindez. Tehát, hogy terjed ez ki bennünk. Abban a mértékben fogjuk érezni az erőknek az egyensúlyát, vagy az egyensúlytalanságát, és a természet valódi erejét. És ilyen módon meg fogjuk történni, hogy mi történik. Meg fogjuk érteni, hogy mi történik. És ez a megértés, ez kapcsolódik az, amit a boldogságnak hívunk? Rav. Nincs. Semmi boldogabb dolog nincs, mint az, hogy minden problémát föl tudsz emelkedni. Tehát amikor te egyensúlyba kerülsz, az a legboldogosabb, az a legboldogabb állapotod, mert akkor minden edényedet és fényedet egyensúlyba hozod, és valóban élvezed. Na, akkor... Honnan jöttél? Jakutszból, Szibériából. Orosz kérdés. Miért van az, hogy az erő egy olyan módon jelenik meg? Tehát hogyan tudják az emberek, több ezer kilométerre lévő emberek egymás életét megváltoztatni? Tehát miért nem egy szélesebb módon bontakozik ez az erő? Miért csak egy ilyen nagyon vékony ponton? Hát egy Viktor nevű ember ül Jakutszban, és kap egy felébresztést, ugye? Mondja Rav, a srácra célozva. És Michael Lightman, aki Petatikvában ül, segít ehhez. És többé pedig, aki itt ül, vagy közelebb ül, vagy távolabb ül tőled, azok is kapnak ebből a felélesztésből. Azért, mert az egész emberiség az rétegekre van osztva, vágynak megfelelő rétegekre. Tehát mondjuk az összes zenész ezen a világon, az összes festő, az összes zeneszerző. Mondjuk többé-kevésbé össze vannak kapcsolva. Ők ismerik mondjuk egymást. Tehát ők a filharmonikus zenekarban össze vannak kötve egymással. Tehát van, aki itt van, van, aki ott van. Akkor a szakmának megfelelően, a vágyának megfelelően van elhelyezkedve az adott rétegében. Tehát akkor mi a vágyak fejlődése megfelelően össze vannak kapcsolva egymással. És az érdekeljük egy olyan állapotban, ahol az ember meglátja az egyensúly hiányát a természetben, és akkor feltesz ember, hogy mi az életemnek az értelme. Hogy én érezzem az egyensúlytosságot magam körül. De miért? Ez az első kérdés. Tehát eljövök a kabala bölcsességét tanulni, akkor valóban az egyensúly felé akarok haladni, tehát többé nem akarom tolerálni ezt a hiányt, amely tudattalanul létezik bennem. Nyilvánvalóan van egy csomó dolog, amit én nem szeretnék, ha így maradna. Tehát ezért mondjuk azt, hogy engem aggodalma kell, hogy eltöltsön ez, és az a kérdés, hogy mi az életemnek a célja? Mi az életemnek a célja? Ez valójában az egyensúlyra való igényemből származik, mivel a mi egyensúlyunk az a bína szintjén valósul meg, tehát van Viktor Jakutszban, vagy James, én nem tudom, mondjuk Angliában, vagy Attilio Olaszországban, és így tovább. És mindez azért van így, mert a vágy, amely gyakorlatilag kötelez bennünket az egyensúlyra, és pontosan ez az, amit az ember be tud vonzani magára, az egyensúlynak az egyensúlyból szó erőt, és hogy az emberiség mennyire igényli ezt, mennyire igénylik a tömegek ezt. Hiszen minden, ami a világban folyik, ugye az a globális válság nevezett folyamat, az pontosan ez. Ez egy kölcsönös függés egymástól, ami még nem tárult föl egy teljes mértékben, és ugye azok a nagyiparos mágnások, akik a rendszert összerázzák, ugye ez pontosan az egyensúly hiányának betudhatóan
ugye a természet már óriási válaszokat ad nekünk, ugye, mert egy csomó dolgot elkövettünk, egy csomó problémát, kiégettük ugye a természet erőforrásokat, stb. 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 Tehát, és nekünk nyilvánvalóan a kiterjedésnek megfelelően, hogy az erő kiterjed felettünk, kell nekünk elfogadnunk az egyensúlyi törekvését a természetnek, és magunk is támogassuk ezt meg. Köszönöm, Mogyesát. Hát ott van a mikrofon, akkor ad oda. Nem tudom. Az elején beszéltünk az igazról, meg a hamisról. Miért mondja azt az angyala, hogy ez a világ hazug? Azért, mert hogy a fejlődési hiányunkra rámutasson, mert az ego az, amelyik megakadályozza az előadásunkat, hogy mennyire nem vagyunk egyensúlyban senkivel, a teremtővel se. Ez az, amit mutat nekünk a teremtő, meg a természet. Tehát nekünk mi mindig megpróbálunk mindig mindentől elszökni, és ehhez fölé kell emelkedni, és meg kell édesíteni. Na, csak oda Mikamnak a mikrofont. De röviden, mondja Rav. Tehát a leckén mindenféle folyamaton mentünk keresztül, beszéltünk. Én hallottam az ön szavait, olvastam a szöveget. Igen? És itt van egy bizonyos mértéke a dolgoknak, amiben nekem meg kell értenem, föl kell fognom. Én mondom neked valamit. Neked arra van szükséged, hogy a lecke lényegét megértsd, minden leckének a lényegét, és ez csak akkor fog menni, hogyha ugyanabban a belső világban vagy, eszközben nem, ez nem eszköz, hanem a lényeg, hogy érzelmileg változásokat tudj magadban okozni és a barátaidban. Hogy egymás között egy egyensúlyi állapotban lévő közösséget hozatok létre, amennyire csak képesek vagytok ezt megérteni, hogy olyanok legyetek, mint a természet. Ahol bár mindenki különböző, mindenki a mégis a kölcsönös garanciában van, mindenki az egyensúlyi helyzetben megtalálja azt a felső erőt, amit a természet erejének vagy Istennek nevezünk, amely tényszerűen, tehát törvényszerűen fog téged az egyensúly állapotba visszavinni. Oké, de akkor gyakorlatilag van itt egyfajta szűrő, ami az orrom elé van tetve, a lecke előtt, vagy a lecke során, vagy a lecke után, tehát nekem. Tehát neked ezért kell jönnöd a leckére, mondja Rav, nem a lecke utánról kell beszélni. Oké, mondja Amikam. Hogyan tudom megragadni azt a pillanatot, hogy egy bizonyos módon adoptálni tudjam, hogy minden, amin keresztül megyek, az összes definíció, amit most nekem ön adott, ez nekem fenn kell tartani, ez valami, amit nekem fenn kell tartani, neked nem kell semmit erőltetned, az értelmedben, meg aztán főképp nem. Neked arra van szükséged, hogy vágyakozz a változásra, és a környezeten keresztül ezek a komponensek, ezek megtalálják a helyüket. Azaz, én akarom őket ebben a kapcsolatban, és olyan fajta formában akarom elrendezni őket, hogy megtaláljam azt a helyet, ahol én a problémának megfelelően meg tudjak változni, és ilyen módon ki tudjak töltődni. Tehát nyilván a csoport az a közösségen belül, amelyik ezt a változást tudja okozni. Oké, de akkor mi a praktikai kifejeződés ennek, hogy amikor te szolgálni akarod őket, a barátaidat mindenben? Azaz, hogyha én valamifajta cselekedet hozok, lenullázódom, és megvan a vágyam, hogy szolgáljam őket, akkor ez a cselekedet, nem, semmi más nem kell tenned, mint az, hogy ezt az egyensúlyi formát eljutatod hozzájuk. Tehát neked integrált részévé kell válnod a puzzle-nek. Mert ma
ezen a reggelen egész Izraelből sok ember jön ide, hogy ezt előkészítsük az integrált kongresszus a következő hétre. Az én kérdésem, hogyan kell ennek a felkészülésnek lezajlania? Ha most megnézzük a sabatot, ami közelünk felé, hogy az egész izraeli kli egy klijévé válhasson, és a következő kis mini kongresszusunk az sikeres legyen. Én nem is akarok beszélni a kongresszusról, inkább arról beszélek, ami a kongresszusról után történik. Hiszen az állapotnak megfelelően, és a mi globális és érzelmi állapotnak megfelelően egy terjesztési rohamba kell belépnünk egész Izraelen belül, és az egész világon belül. És aki ebben nem vesz részt, az egyszerűen az nem megy át a váltásokon, ami szükséges. Amely gyakorlatilag elviszi őt a spiritás kiteljedéshez. Ezt meg kell értenem mindenkinek, hogy minden a mi kezünkben van. Tehát nem fogja ezt a munkát megcsinálni helyettünk senki. Nekünk kell megtennünk a munkát, nekünk kell a jutalmat is elnyerni. Ezért, aki el akar élni valamit ebben az életében, és nem akar bestiaként születni és meghalni, az emberek meg kell ragadni a lehetőséget, és ezért én az egész felkészülést úgy látom a következő péntekre, hogy valóban nagyon lényegi cselekedeteket kell végrehajtani. Hogy az azt követő terjesztési támadásunk mondjam, az valóban a kapcsolati bölcsességre tudjon irányulni. Vagy interneloktatásra, nem tudom, hogy nevezzük. Vagy interneloktatásnak új nevet adott rab. Tehát reméljük, hogy ez bennünket gyakorlati cselekedetekhez visz el, és mindenkit, minden csoportra szeretnék figyelmeztetni, hogy vannak emberek, akik ellenállnak ennek, azokat rúgjátok ki onnan. Akik ellenállnak, igazából tegyétek ki, menjen haza, jobban jár. Én nem hiszem, hogy ezeket az embereket tartanak, akik mindenféle kifogásokat keres arra, hogy a kabala bölcsességét terjessze. Az nem tartozik a csoporthoz. Hát ennek az egésznek a lényege ez. Tehát én mindenkihez fordulok, hogy a saját bolondságát próbál visszalépni. Akkor foglaljuk össze a leckét. Tehát néhány bejelentés. Ugye április 1-én Jeruzsálemben lesz egy eseményük, egy izgalmas találkozó a Vlajmannal. Jeruzsálem a fő téma. És akkor itt van a kapcsolati kis kongresszusuk, ami lesz nekik. Ez 3.-28-án, ez pont egy hét múlva. Petatikvában lesz. Bersevában és Hajfában. Itt lehet regisztrálni. Aztán itt van a bemutató lecke. Ez 24-én, ugye kampuszokban lesz egy új bemutató összes kampuszban. Tehát Hadarában és Tel Avivban hétfőn 24-én. Ez megint izraeli esemény. Aztán pedig jön a vasárnap. Az interaktatási tréning 5 órától 7 óráig, ez nekünk szól ugye már, ezt Zsolt szokta fordítani. Itt megosztjuk egymással a tapasztalatot az interaktatásról, instruktoroktól kérdéseket lehet föltenni, válaszokat lehet kapni, tehát még egyszer, izraeli idő szerint 5-től 7-ig, ez magyar idő szerint 4-től 6-ig, és akkor mindenkinek szép napot!